Hello! Egy ideje ígérem nektek, hogy csinálok hajas videókat, hajformázós videókat, ugyanis az elmúlt mondjuk azt, hogy 3 hónapban nem hallom magam. Wow! Biztos csodálatosan nézek ki. Szóval az elmúlt pár hónapban, mondjuk inkább így, 2 olyan hajformázó eszközt kaptam, amiért elképesztően hálás vagyok, és imádom őket. Nagyon sokat használom őket. De most először az elsőről fogunk beszélni, ami nem más, mint a Dyson Airwrap. Rengetegen kérdeztétek, hogy milyen, szeretem-e, megéri-e, nem-e, csináljak róla videót, mert látni akarjátok. Úgyhogy ebben a videóban a Dyson Airwrapről lesz szó. Ezt egy kicsit menőbben képzeltem el. Szóval, ahogy látjátok, frissen van mosva a hajam. Törölköző, száraz állapotban van jelenleg. Most hagyjuk egy kicsit levegőzni, hogy ne a turbánkába kelljen ülnöm, és beszéljünk pár szót először a termékről. Kezdjük azzal, hogy kicsit túlzás azt mondani, hogy saját pénzem vettem, mert ajándékba kaptam. De magát az Airwrapet, azt Bencétől kaptam szülinapomra. Tehát a Dysonnak köze nincs hozzá. A Dyson Magyarország nem szeret engem, úgyhogy minden termék saját pénzen lett vásárolva. Nézzük is akkor. Itt van maga a csomagolás. Ebben a dobozban kapja mindenki az Airwrapet, amit vesz. Az enyém az pontosan ez a fajta. Ez a legeredetibb eredeti, a rövid barrel-ös. Biztosan mindenki látta már egyébként valamelyik social media platformon, de ideírom az árát is, mert kimondani nem merem. Elképesztően drága. Nagyon sok kopia is van, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az eredeti az nem véletlenül az eredeti, és nagyjából utánozni lehet, de teljesen helyettesíteni nem. Ezzel szemben vannak hátrányai, úgyhogy azokat is mindjárt el fogom mondani, de kezdjük el kicsomagolni. Tehát így kapjátok meg a csomagot, egy gyönyörű műbőr doboz az egész, elképesztően szép, ugyanolyan színű varrása van, inni-minivel itt a tetején látjátok, hogy Dyson. Mint ahogy a Dysonnál egyébként, főleg a hajformázási vonalnál, minden mágneses, csak hogy ezzel is hűek maradjanak magukhoz, mágneses kis záró fedele van. Ahogy kinyitjátok a csomagot, van egy védő borítás a tetején, ami látjátok ugyanaz a kis műbőr darab. Gyönyörűen összepakoltam nektek, nehogy azt higgyétek, hogy minden nap így tárolom egyébként, úgyhogy ezt vegyétek figyelembe. Ami egyrésztről előny, másrésztről hátrány, ugyanis rengeteg tartozéka van, ami benne van az árban, viszont nem szeretnéd őket elhagyni, és ennyi pénzért nem szeretnéd bedobni egy fiókba, úgyhogy bonyolult a tárolása, de megoldható. Szóval, miután azt a műbőr darabot eltávolítottátok, van még egy védő rétegünk, ez egy ilyen kis foamy, párnázott valamicsoda, és így néz ki maga a szett. Mint ahogy látjátok, van maga a hajszárító rész, hívjuk így. Hagyományos hajszárító, a két hajgöndörítő, két hajegyenesítő és egy körkefe. Lerakom a dobozt, és akkor nézzük részletesen is. Egy ilyen kis elválasztó résszel tudjátok egyébként viszonylag rendezetten tárolni a fő részünket. Ezt természetesen menet közben is meg fogom mutatni, de itt van a bekapcsoló gombunk, hogyha ezt feljebb nyomjátok, tudtok hideg hőfokozatra állítani, amit tartani kell ahhoz, hogy úgy maradjon. 3 darab sebességi vagy erősségi fokozatunk van, és 3 darab hőállításunk. Hátul van egy nyitó-záró kis mágnes fülecske. Mágnes és bezáró fülecske, talán így a korrekt, amivel tudjátok felhelyezni a kiegészítőket. A kábel egyébként egészen jó hosszúságú, nem volt még olyan hely, ahol ne ért volna odáig, ameddig szerettem volna, és természetesen, ami egy nagyon-nagyon király dolog,
az AirWrap-en, bár mondjuk ennyi pénzért el is várod, hogy forog maga a kábel. Akkor első lépésnek van nekünk egy hajszárító kis fejünk, aminél én egy valamit hiányolok elképesztően, nincsen rajta, tudjátok, ilyen szűkítő fejecske, kiegészítő. Ez alapvetően részletkérdés, viszont jó lenne, ha nincs is benne a csomagban, lehetne külön venni, de erre nem lehet. A rendes hajszárítóra, aminek kör alakú a fújója, lehet. Erre nem. Ezután jön az, amitől AirWrap az AirWrap, a hajgöndörítő kiegészítők. Ahogy mondtam már, ezek a rövidebb verziók, és azon belül is a kisebbek, amiknek ekkora az átmérőjük. Ha valaki nem látta volna még soha, akkor elmondom, hogy a két fejen két különböző irányba mutató nyilacskák vannak, amik a levegő áramlását mutatják. Ezt meg fogom mindjárt mutatni, hogy hogy működik használatban. Ha oda tartod egy hajtincshez, a levegő áram fel fogja tekerni rá, és ahogy megszárítja, ezzel fogja göndöríteni. És ugye az AirWrap-nek a lényege, hogy kihagysz igazából egy lépést, tehát nem megszárítod a hajad, és utána valami plusz eszközzel hőformázod, hanem száradás közben már formázod is a hajad. Itt vannak a másik göndörítő fejek, amik ugye nagyobbak, ezen kívül viszont semmi különbség nincsen, ugyanúgy két irányban mutatnak a nyilak, úgy fújják a levegőt, és ugyanolyan hosszúak. Van nekünk kettő kefe kiegészítőnk, amik haj egyenesítő kefék. Azt hiszem, hogy ez a fajta a durvább szárítás, ez meg az egyenesebb, puhább szárítás. Mindjárt megnézzünk, hogy látunk-e különbséget közte. Én nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagyon nagy különbség lenne. És akkor az egyik kedvenc kiegészítőm a körkefe. Nagyon sokat használom, elképesztő volument tudtok csinálni vele a hajatoknak. Viszont hajvonalban nagyon forró és nagyon fújja az arcodba a levegőt. Nyilván, hogyha hidegebb fokozatra veszitek, akkor nem olyan forró, de tud olyan erősen fújni, hogy bekönnyezik tőle a szemed. De ettől függetlenül ez a kedvencem, ezt használom szerintem a legtöbbet. Egyetlen egy mini problémám van vele, amit nyilván értek, de közben mégis. Nagyon kemények a kefék. A Dyson nem kopiánál, de amit Duke-nak szoktak mondani a Revlon hajszárítónál, úgy tudom, hogy ilyen disznószőr, sörtek, kefék vannak. Ez talán egy picit jobb lehet, és ilyen kis pötyis a vége a kis szálaknak. Hú, de nehezen sikerül ezt megszülni. Körülbelül ennyi a nagy körbevezetés. Első lépésben rá fogok szárítani a hajamra. Olyan 80-90%-ig szoktam megszárítani, és utána szoktam a formázó eszközöket kivenni. Viszont előtte szükséges a hajunknak egy kis ápolás, szárítás előtt. Erről nem sokára hozok nektek egyébként egy külön értékelő videót is, viszont most megmutatom, hogy mit szoktam használni a hajamra, mielőtt megszárítom. X-Mondo glitteráti szérumot fogok a hajamra tenni, amiből körülbelül ennyit szoktam eldolgozni a kezeim közt, és felvinni a hajamra. Ezt megpróbálom nektek megmutatni. Gyönyörű, csillámos hajápoló és formázó szérum. Amikor ezt otthon csinálom, akkor általában fejjel lefele viszem fel az összes terméket, és a hajamat is fejjel lefele mosom meg. Viszont amit ebben nagyon szeretek, hogy egyáltalán nem nehezíti el a hajat, úgyhogy ebből mindig szoktam tenni a választékom környékére, és az első tincsekre. Ezután jön az X-Mondo Electric Rain hidratáló krém, hasonló mennyiség. Szoktam egyébként még használni a Shea Moisture-nek ezt a szilikonmentes, stylingoló, bennehagyós kis cuccát. Ezt is eldolgozom, és megpróbálom egyenletesen felvinni. A végekre kicsit többet viszek fel, mint a hajtő közelébe. És nem dörzsölöm a hajam, ha akármit viszek fel, ha törölközővel szárítom, ha hajat mosok, ha balzsamot teszek fel, vagy bármilyen krémet, és ezt nektek is mondom, mert nagyon-nagyon fontos,
nincsen ilyen dörzsölés, mindig megpróbáljuk bele nyomkodni a dolgokat. És a két utolsó lépés, ezt nem minden alkalommal szoktam, viszont mivel most göndöríteni is fogunk, nem csak egyenes formázásokat fogunk megnézni, így az X-Mondo Salty tengeri sós sprét is felfújom. És a legutolsó lépés X-Mondo Force Field, ez egy hővédő spré. És akkor, ha ezzel meg vagyunk, akkor jött az első kiegészítőnk, ami látjátok már fent is van, és azt is látjátok, hogy a kábel bőven-bőven elér addig, amíg kell. Általában középső hőfokozaton szoktam szárítani, és magas fújáson. Körülbelül meg is vagyunk. Első lépésben kezdjünk az egyenesítőkkel, ugyanis azok a leggyorsabbak és legegyszerűbbek. Fel is tettem a sima fejűt. Remélem, hogy fogjátok látni rendesen, de itt van egy szekció. Ugyanúgy közepes melegségem vagyok és maximum erősségem. Mutatom, hogy milyen a hangja. Nem a leghalkabb, viszont lehet mellette telefonon YouTube-ot nézni, úgyhogy annyira nem is vészes. Ez az az egyenesség, amit ez meg tud csinálni. Leállt a felvétel, és nem vettem észre, úgyhogy visszatérünk ahhoz a ponthoz, ahol eredetileg voltunk. Újra vizeztem a hajam. Ezt eltűzzük újra. Annyi őszhajszálom van egyébként, hogy úristen! Ennél a résznél tartottunk, láttátok, úgyhogy választom le a következő darabot. Mondtam, hogy újra vizeztem a hajam? Újra vizeztem a hajam. Szóval így néz ki ezzel a kiegészítővel. Szerintem teljesen megszárítottam. Ami az egyetlen problémám ezekkel, ezt látni fogjátok mindjárt majd ennél. Hajvonalba nem annyira tudok oda menni, és lehet, hogy pár helyen látszik, hogy nagyon-nagyon kis minimális íveket hagy a hajban, de egyébként mondjuk egy hajvasaláshoz olyan gyönyörű alapot ad, ami nagyon-nagyon keveset kell már átmenni, és sokkal-sokkal alacsonyabb hőmérsékleten is ki tudjátok vasalni a hajatokat tökéletesre, ami már segít nekünk, de akkor nézzük a másik kiegészítőt. Ez pedig a másik oldal. Ez honnan jött? Nézzétek. Így néz ki a két oldal két különböző kiegészítővel. Átfésülöm őket. Nyilván én most nem látom, hogy van-e különbség, de utólag majd rá fogok lesni. Azt látjátok, hogy nagyjából egyenesre megcsinálja, viszont ezeket a babahajaimat nyilván lehetetlen egy ekkora kefével szépen kiegyenesíteni. Úgyhogy ez volt az egyenes oldal, és most térjünk át az igazán érdekes kiegészítőkre.
aminél arra gondoltam, hogy hátul ezen a részen megpróbálom nektek megmutatni a nagyobb göndörítőt, itt középen megmutatom a kisebbet, elő pedig a körkefével fogunk szárítani. És szeretném jelezni előre, hogy az én hajam, mivel ennyire rövid, sokkal másképp adja vissza, mint hogyha egy hosszú hajon lenne bemutatva. Feltettem az órajárással megegyező fejet. Kikapcsolom, és elengedem. És látjátok, hogy pretty! Arra kell figyelni, hogyha azt szeretnétek, hogy rendezettek legyenek ezek a kis tincsek, akkor nem szabad túl nagy részeket levenni, mert akkor elkezdi össze-vissza fújni, és úgy nem olyan szép. A másik pedig, hogyha azt szeretnétek, hogy igazán tartós legyen, és nem csak egy ilyen beszárított göndörséget szeretnétek, akkor igenis rá kell nyomni a hideg levegőt, úgy kell hagyni egy kicsit, ki kell kapcsolni utána, és úgy kell kiengedni. Ezen kívül pedig, ahogy látjátok, nem kell feltekerni rá a hajat, szimplán bekapcsoljátok, oda tartjátok, egy kicsit mozgatjátok, rázogatjátok, és fel fog menni nagyon szépen. Megpróbálom megmutatni. Kész. Én úgy szeretem a legjobban, hogyha teljesen függőlegesen áll a sütővas rész. Nem sütővas, de értitek, hogy mire gondolok. Úgy sokkal szebb, hosszabb csigákat lehet kapni, mint hogyha teljesen vízszintesen tennétek. Természetesen, hogyha valakinek hosszabb a haja, nem muszáj felmenni egészen a hajtövedig, viszont nekem ahhoz, hogy látszódjon rendesen egy csiga, látjátok, ahhoz egészen kopra fel kell fújnom. Oké. És akkor most ezt hátra rakjuk, és amíg kihűl, addig megcsinálom a középső részt. Átteszem a kisebb fejet. És hogyha közepes fokozaton vagy, akkor pont olyan meleg levegőt fúj, hogy szépen beszárítja, viszont most például a fülem mellett is nem éreztem úgy, hogy le akarna esni a fülem. Ami pozitív. Viszont az is fontos, most ahogy fogdosom a hajam, gondolkozom rajta, hogy nem szabad vizesnek lennie a hajatoknak, tényleg 90%-ra legalább meg kell legyen szárítva. Egy valamit nem szeretek annyira egyébként a Dyson göndörbe. Én jobban szeretem, hogyha úgy van begöndörítve a hajam, hogy a végén az utolsó, nem tudom én, 3-4-5 centi egyenes, vagy legalábbis nem ennyire göndör. Úgyhogy nem a kedvencem, viszont nagyon-nagyon szép, egységes eredményt lehet vele elérni, és hogyha hosszú a hajatok, akkor egy gyönyörű, beszárított hatást. Látjátok, hogyha jó technikával csináljátok, akkor nagyon szépen ezzel meg lehet emelni a hajtövet is. Nem fárad el annyira a kezetek, mint hogyha hajsütővassal csinálnátok, az is biztos. És hogyha ráéreztek, hogy hogy kell csinálni, akkor időben is sokkal jobb.
És akkor végül, de nem utolsó sorban, megint csak amíg ez hűl, jöhet a kedvencem a körkefe. Körkefénél is van pár fontos dolog, amire nyilván oda kell figyelni, de erre menet közben egyébként is ráéreztek. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy körkefével általában azért szárítunk hajat, hogy volument adjunk neki, ami azt jelenti, hogy ha így nő a hajatok, már pedig így nő, akkor felfele kell szárítani, tehát egy kicsit átirányítva a másik irányba. Megpróbálom inkább menet közben megmutatni, lehet, hogy úgy kicsit érthetőbb lesz. És akkor körkefével valami ilyesmi eredményt lehet elérni. Nyilván ezek a kis bébi hajak nem pont úgy vannak, ahogy kellene, hogy álljanak. Én itt általában nem szoktam átfújatni hideg levegővel, mert nagyon szépen megtart annyi volument és annyi kis ívet, amit szeretnék, de itt is opció. Nem hiszem el, hogy egy videóban kétszer megszivat a kamera, és TikTokra fogok nektek egész tutoriált hozni arról, hogy mi hogy készül el, külön-külön mindegyik fejjel, viszont nem fogom már megint újra vizezni és újra szárítani a hajam, úgyhogy most megvárjuk, hogy kihűljön minden, és utána szépen szétbontjuk őket, és megnézzük, hogy hogy néznek ki egyesével. Mostanra már kihűlt minden, és attól függően, hogy mennyire göndör a hajatok, hogy mennyire szeretnétek, hogy megmaradjon göndörnek, vagy egy kefével, vagy egy nem ilyen pici fésűvel, hanem egy szélesebb, vastagabb fogú kefével átfésülitek, vagy a legegyszerűbb módszer, csak simán az ujjaitokkal átmentek rajta. Látjátok, hogy leghátul ezzel a nagyobb fejjel egészen laza hullámok lettek. A kisebb fejjel egész szűk kis csigák, illetve van nekünk ugye ez a nagyon szép körkefe hullámunk. Ezt a hátsót hagynám is úgy, ahogy van, hogyha arról lenne szó, hogy ilyen legyen a hajam, viszont ezt biztosan átfésülném, és ezután kezdeném el szétbontogatni kis darabokra. És ezt is mindenképpen átfésülném egyszer. És akkor körülbelül így néznek ki a különböző hullámok Dysonnal. Azt egyébként hozzátenném, hogy természetesen, hogyha az egész fejet csináljuk, akkor ilyen kis szállóhajacskák nem nagyon maradnak, sokkal rendezettebb az egész, úgyhogy ezt TikTokon majd láthatjátok nem sokára. És ezt az oldalt összekötöttem hajgumival, úgyhogy sajnos már nem olyan egyenes, mint volt, de egyébként is, ha egyenes a hajam, akkor a fülem mögé eldugva szoktam hordani. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis összesítés, és hogyha az én véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor attól függetlenül, hogy mennyire nagyon drága a Dyson Airwrap, szerintem megéri, elképesztően sokat használom, és látjátok, hogyha a két egyenesítő kefét egybevesszük, akkor négy különböző fajta hajat tudtok csinálni, és ezen kívül is rengeteg még a lehetőség attól függően, hogy hogy használjátok ezeket a különböző kiegészítőket. Várom a ti véleményeiteket. Véleményeiteket. Azt. Megvennétek-e, kipróbálnátok-e, van-e esetleg egy dup, amit használtok és nagyon szeretitek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Úgyhogy csekkoljátok majd TikTokon az elkövetkezendő hetekben a teljes frizurákat, amiket az Airwrap-el fogok elkészíteni, és további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!